Hatalmas vértócsa nyomai látszanak az egyik emeletes ház előtt Szekszárdon. Ott jártunk, ahol a lakók éppen takarították és fertőtlenítették a területet. Úgy tudjuk, hogy itt szúrtak nyakon bicskával egy hajléktalant. A lakók bár nem vállalták arcukat, elmondták, hogy a kora reggeli órákban többen arra ébredtek, hogy egy ismeretlen ember csengett. Leírva azt látták, hogy megsérült, minden csupa vér volt. A házfalain, az ajtón, a földön rengeteg vért találtak. Az egyik lakó azonnal értesítette a hatóságokat. Hallottuk, hogy megszúrták, vagy leszúrták, ennyit hallottunk reggel. 7 órakor rendőrök helyszíneltek, ennyit tudok. A helyszínre több rendőr és mentős érkezett. Úgy tudjuk, az áldozat 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az indíték és az elkövető még ismeretlen. Az eset kapcsán a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon életveszélyt okozó testi sértés büntet kísérlet gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.